felkelsz egy kolcos reggel, felteszed a kávét főni, és ami kikészíted, a tejet meg a cukrot, a tegnapi munkahelyi konfliktusodon rágódsz. Lefél a kávé, nyúlsz a tenyre hűtőbe, amikor rájössz, hogy már rég a pulton van. Elindulsz dolgozni, dübörög a pánkrok a füledben, és közben az aznapi teendőidet listázod. Van egy meeting, egy határidő, jó lenne a növényeket is meglocsolni. Munkát közben nem tudsz figyelni, mert a délutáni kávézásra gondolsz a barátnőddel. Viszont amikor veled szemben ül, távolról hallod a hangját, mert a befejezetlen munkád miatt aggódsz. Télen a nyarat várod, nyáron a fizetést, hétfőn a pénteket, pénteken meg a hétfői meeting miatt szorongasz. Képzeld el, hogy lehetne másképp. Kipihenten ébredsz. Lehet, hogy kávét sem iszol, mert nincsen rá szükséged, ha viszont mégis. Mélyet cippantasz, és kiélvezed minden egyes pillanatát. Elindulsz dolgozni, viszont néhány megállóval előbb leszállsz, vagy távolabb parkolsz, hogy gyalog érhess célba. Élvezed, ahogy a napfény simogatja az arcodat. Az is lehet, hogy a szél kócolja a hajadat, vagy esetleg az eső hangja nyugtat meg, amíg beérsz. Fókuszáltan tudsz figyelni a munkádra, egymás után pipálod ki a teendőidet, és délután egy igazán mély és tartalmas beszélgetést tudsz folytatni a barátnőddel. Télen a hidegnek örülsz, annak, hogy befagy az orrfűtő, télen meg annak, hogy meleg van és jól lehűt. Weintraub Rita vagyok, kutatópszichológus, és azt szeretném megmutatni, hogy lehet az első példát a másodikká változtatni. Mert lehet. Van egy módszer, amivel nem csak a stressz szintünk lesz alacsonyabb, de az élettel való elégedettségünk is magasabb lesz, sőt, az immunaktivitásunk is nő. De hogyha ilyen szignifikáns változás képes valami az életünkbe előidézni, felmerül a kérdés, hogy ez olyan dolog, ami nagyon bonyolult, nagyon drága, vagy az is lehet, hogy csak nehezen hozzáférhető? A helyzet az, hogy nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem nehezen hozzáférhető. És ez nem más, mint a mindfulness, a tudatos jelenlét, az itt és most hatalma. És ha azt gondolnánk, hogy ez olyan, ami nagyon bagatell, mert hát most mi nagyon itt vagyunk, akkor tévedünk, ugyanis egy harvardi study bebizonyította, hogy ébren töltött életünk, csak nem felét, elménk valahol máshol tölti. És ha azt gondolnánk, hogy sokkal jobb neki, hogyha éppen Indiában van, vagy éppen a Balin, akkor tévedünk, mert azt is bebizonyította a study, hogy az elménk elkalandozása nem csak stresszkeltő, hanem boldogtalanabbá is tesz, sőt, kiszolgáltatottabbá a betegségekkel szemben. Egy pont Vörös Martinak, aki a tanulmány megjelenése előtt 176 évvel írta le, ábrándozás az élet megrontója. De akkor mi is az a tudatos jelenlét? Hadd vegyem kölcsön kedvenc definíciómat James Barrestól, aki azt mondja, hogy a tudatos jelenlét nem más, mint tudatában lenni annak, ami itt és most történik, anélkül, hogy azt gondolnánk, bárcsak másképp lennének a dolgok. Évezni azt, ami élvezetes, de nem belekapaszkodni, ha változik, mert fog. És együtt élni azzal, ami nem olyan kellemes, anélkül, hogy azt gondolnánk, mindig így lesz, mert nem lesz. Alapvetően kétféle technika van a mindfulness gyakorlására, a formális és az informális technikák. Az informális technikáknál külön időt szakítunk arra, hogy figyelmünket egy dologra összpontosítsuk. Lehet ez a légzésünk, vagy éppen az esőnek a hangja. Az informális technikáknál a hétköznapi tevékenységükbe építjük bele a mindfulness-t, így akár mondjuk a teázás, a futás, vagy a mosogatás is lehet mindfulness gyakorlat. A jó ír az, hogy nem kell kopaszra borotválni a fejünket, és Indiába mennünk ahhoz, hogy egy barlangban két hétig meditáljunk. Az a legszebb a mindfulness-be, hogy akárhol, akármikor csinálhatjuk, lehet az itt és most is. Ha van kedvetek, egy gyakorlásra hívlak benneteket. Képzeljétek el, hogy egy hosszú nap után kiléptek a munkahelyetekről, és esik az eső. Ilyenkor kettő választásunk van. Vagy bosszankodunk, hogy esőbe kell hazamennünk, vagy úgy tekintünk a hazafelé sétára, mint egy mindfulness gyakorlat.
csukjátok be a szemeteket, hogyha kényelmes, hogyha nem, nyitva is hagyhatjátok, de úgy gondolom, hogy csukott szemmel talán egy kicsit könnyebb ezt a gyakorlatot csinálni. Vegyetek egy mély levegőt, majd engedjétek ki. És a figyelmeteket összpontosítsátok az eső hangjára. Figyeljétek, ahogy kopog. Megeshet, hogy figyelmünk elkalandozik, ez teljesen természetes. Ilyenkor ezt vedd észre, és ítélkezésmentesen tered vissza figyelmed az eső hangjára. A gyakorlatnak lassan végen. Figyeljétek meg a testetek állapotát, milyen most, esetleg össze is vethetitek azzal, ami a feladat elején volt. Ha készen álltok, lassan nyissátok ki a szemeteket. Ami fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy az időjárás fölött nincsen befolyásunk, nem tudjuk megválasztani, hogy milyen. Amit viszont meg tudunk választani, az a reakciónk, amit az időre adunk. Nem tudjuk megváltoztatni a hullámokat, de meg tudunk tanulni szörfölni. Mondja ez Jon Kabat-Zinn, aki 40 évvel ezelőtt emelte be a mindfulness-t a gyógyításba, és azóta több ezer tanulmány igazolja a hatékonyságát. Használják például szorongásos megbetegedésekben, posztraumás stressz szindrómában, pánikbetegségben, de olyan krónikus betegségben is, mint például a Parkinson-kór, a szklerózis multiplex, vagy a rák. De mi, egészségesek, mit tudunk ezzel csinálni? Azt gondolom, nagyon sokan játszuk ezt az egész temegén játékot. Szerelembe esünk, aztán valahogy megpróbálunk kimászni belőle. Egyfelől az égbe röpít, másfelől a földhöz csap, és alkalomattán, ha találkozunk valakivel, mi nők, milyen a szemébe nézünk, amíg kezet fogunk vele, megvan ez a bizonyos szikra, és amíg a vezeték nevét mondja, addig mi gondolatban hozzápróbáljuk a sajátunkhoz. Elgondolkozunk azon, hogy egy-egybe vennénk-e felkötőjele, vagy megtartsuk a miénkét. A nők bologatnak, a férfiaknak fogalmuk sincs az egészről, de nem csak amiatt, mert az ő nevük nem változik a házaskötés után, hanem főleg amiatt, mert ugyanebben a pillanatban ők gondolatban éppen levetkőztetik a hölgyet. Ugye? Ami közös mind a kettőben az az, hogy egy elképzelt jövőben játszódik, ami lehet, hogy bekövetkezik, de az esetek többségében azért nem. És ha az elvárásaink és a valóság között különbség van, az fáj. És minél nagyobb ez a különbség, annál inkább fáj. De mi történik, hogyha a jelenre figyelünk? Ha a jelenre figyelünk, csökken a stressz szintünk, ezzel együtt nő az immunaktivitásunk. Továbbá nő a szellemi teljesítő képességünk, nő a figyelmünk, kevésbé kalandozik el, nő a rövid távú memóriánk. Sőt, 2 hét gyakorlás elég ahhoz, hogy az értő szövegolvasásunk is jobb legyen. Hogyha hozzáveszünk azt, hogy a stressz szintünk csökken, nem nehéz kitalálni, hogy az iskolai előmenetelben ez igen jó tud lenni. Nem véletlenül tanítják például a Harvardon, az MIT-n vagy a Pécsi Tudományegyetemen. Ami viszont ennél is izgalmasabb, az az, hogy már 8-7 mindfulness gyakorlás is elég ahhoz, hogy agyunkban strukturális változások jöjjenek létre. Höccsel és munkatársai 5 agyterületet lokalizáltak be, ahol nő a szürke állománynak a sűrűsége mindfulness meditáció hatására. Nézzük meg, hogy hol vannak ezek. Ez itt egy agy, az enyém. És itt látható a hippokampus. A hippokampus az a hely, ahol a tanulás történik. Itt tárolódnak az emlékek, és fontos szerepet játszik az érzelmek kialakulásában is. 8-7 mindfulness gyakorlás után a szürke állomány része megvastagszik, ami azt jelenti, hogy hatékonyabban tudja ellátni a feladatát. Ez itt az inzula. A tudatosságnak a központja, továbbá fontos szerepet játszik a fájdalom érzet kialakulásában. Ez azt jelenti, hogy ha mindfulness gyakorlatokat használunk, a fájdalom küszöbünk feljebb tolódhat. Itt látható a cinguláris kortex.
Ez a figyelem központja. Mondtuk, hogy a figyelem az sokkal jobb lesz, hogyha a mindfulness-t használjuk. Ennek ez az agyi korrelátuma. Ez itt a kis agy. A szenzoros élményeket integrálja, és nagyon nagy szerepet játszik a kognitív és az érzelmi állapot összehangolásában. Tanulmányok azt bizonyították, hogyha nő itt a szürke állomány, avval együtt nő a pszichés jólét is. Van még egy pont, a temporális és a parietális lebeny találkozásánál, ami elvékonyodik, hogyha például testképzavarunk van. Anorexiásoknál ez nagyon vékony, viszont mindfulnessnél megnő. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban tudja ellátni a feladatát, a testtudatosságunk nő. Van viszont egy dolog, ami csökken, ahol kisebb lesz a szürke állománynak a nagysága, és ez nem más, mint az agyunk legmélyén egy picike struktúra, a félelem központja. Ez az amigdala. Az amigdalánk nem csak összemegy, hanem csökken az összeköttetése a frontális lebennyel, ami azt jelenti, hogy kevésbé leszünk kiszolgáltatva a félelmünknek. Így változnak a szürke állomány. De hogy változnak a szürke hétköznapok? Én próbálom beépíteni a mindfulness-t a hétköznapjaimba, és ezért van az, hogy amikor fogom a hátizsákomat, és teljesen egyedül indulok el a világ másik felére, nem félek attól, hogy célba érek-e vagy sem. Nem szorongok azon, hogy hány ponton tévedhetek el, hogy lesz-e elég időm átmenni egyik reptéről a másikra, hanem csak élvezem az utazást. Mindig az adott lépésre koncentrálok, nézem a felhőket, élvezem a mindfulness gyakorlatokat a repülőn, és 27 óra utazás után boldogan érek célba. De a mindfulness ott van akkor is, amikor ülök a balkonomon egyedül, és hangosan felnevetek egy néhány nappal az előtti viccen. Aztán megtelik egy könycseppel a szemem, mert tudom, hogy mi már nem fogunk így együtt nevetni. Elkezdek sírni, de néha a könnyeim mögül még elmosolyodom. Mert a mindfulness nem azt jelenti, hogy konstans boldogok vagyunk. Azt jelenti, hogy engedjük a pillanatnak, hogy olyan legyen, amilyen. Engedjük az érzéseinknek is, hogy olyanok legyenek, amilyenek. És nem kell ennek a sírbe üvöltős számok, az I will survive, mert ott van a csend és a befele figyelés. És a csend az nem valaminek a hiánya. A csendben benne van maga a teljesség. De a legkedvesebb példám az utolsó félmaratonom volt. Van egy 10 éve csiszolódó futós playlistem, arra az esetre, hogyha saját magammal vitatkozok, hogy nem hiszem el, hogy minek kell megint ezt csinálni, fölöslegesen szivatom magam, és még fizetek is érte, esküszöm, nem vagyok normális. Ezen a ponton tűnt adekvát megoldásnak például a Highway to Hell című szám, ami ki tudott húzni ebből a gödörből, hogy tovább tudjak futni. Viszont az utolsó félmaratonom előtt otthon hagytam a zenémet. Nem rendeltem szignifikáns másikat a célba, hogy legalább miatt a tuti beérjek, és nem határoztam meg időt se, amin belül be kell futnom. Úgy tekintettem erre a félmaratonra, mint egy hosszú futó meditáció. Odaálltam a rajthoz, elkezdtem futni, figyeltem a légzésemet, kapcsolódtam a jelenhez és önmagamhoz. Nem volt semmi más, csak az út meg én. Az út meg én, az út meg én, ilyen ritmusra állt be a szívem, hallottam, ahogy ide tettem a kezemet. Ott volt az út, meg én, a Balaton, a platánfák, a szél, a hullámok, és én lepődtem meg a legjobban, hogy nem hiányoznak a futós zeneim, mert nem álltam le saját magammal vitatkozni, hogy célba érek-e vagy nem. Arra jöttem rá, hogy nincsenek mély pontok, nem kell a zene, hogy kihúzzon belőle, de tulajdonképpen nincsen cél se. Az út lett maga a cél. Az út, meg én, a Balaton, a platánfák, a szél, a hullámok, és mindenféle önostorozás nélkül futottam egyéni csúcsot. Aztán helyre zuhannak a dolgok, egy pontban találkozik minden, amiben addig hittem. A tudomány, a mindfulness, az irodalom, az elfogadás és a szeretet. És azon a ponton azt mondja Fodor Ákos, hogy mindegy, hogy honnan, mindegy, hogy hová, mindegy, hogy mégye, figyelj.
Köszönöm.